Többen kérdezték már, hogy milyen festéket használnak, mert annyira szép, természetes színűek a képek. Úgyhogy most eljött az idő, hogy arról is beszéljek, hogy én mit használok. Ami már is egy jó hír, hogy ez egy magyar termék, méghozzá nevezetesen a Pannon Color. Már egészen az 50-es évek óta piacon van, és ugyan a privatizáció nehéz szó. Némi csorbát ejtett rajtuk, de sikeresen talpra álltak, és azóta is töretlenül vannak és helytállnak a piacon. Érdekesség, hogy tradicionális hengerszékes bedörzsüléssel készülnek a festékek, jellemzően nagyon-nagyon pigmentáltak és borzasztó jó fedéssel rendelkeznek, ami szerintem nagyon sok egyéb más festékmárkánál nem mondható el. Gyakran tapasztaltam azt, hogy ránézésre nagyon jó volt a színe, megvettem, és amikor kezdtem kinyomni a festéket, akkor nem a festék jött ki először, hanem az oldószer vagy valamilyen olaj, és aztán csak utána kezdett el előmászni valamilyen szín. Hát ez jellemzően ugye nem volt jó fedésű, nem is tudtam előcsalni azt a színt, amit a kis tubuson láttam. Na most ez a Pannon Colornál például nem így van, még csak meg sem nyom, már jön elő az igazi erős színű festék. Bármilyen színt keresünk, biztos, hogy megtaláljuk a nekünk valót, hiszen több mint 50 féle szín közül válogathatunk. Az olajfesték tubus mérete 22, illetve 38 mm. Milliliter között található. Többi termékük is ugyanezt a magas minőséget képviselik. Tudom, tapasztaltam, ugyanez elmondható a feszített vásznakról. Nagyon sokféle méretből tudunk válogatni. Ahogy például tempera, akvarell, nagyon szép színekből lehet válogatni itt is. A temperából egészen 500 millis kiszerelést is kaphatunk. Nagyon szép színek vannak. Szerencsésnek mondhatom magam, mert jártam a gyártósoron. A gyártósor, hát mindenki ugye ilyenkor azt vizualizálja, hogy van ilyen védősakkal, meg szemüveg, kesztyű, hangos gépek ott dolgoznak, az emberek jönnek, mennek. Na most itt ez nagyon nem így van, ez egy kis manufaktúra, szinte családias műhely, ahol őrület, de a néni a tubusokra a cédulát enyves ragasztóval saját kezüleg egyenként ragasztotta rá. Ezen kívül tényleg szívmelengető volt látni azt, hogy ilyen hosszú polcokon nem újabbnál újabb dobozok meg nejlonzacskók sorakoztak, hanem azok az igazi régi 50-es évekből visszamaradt, szinte besárgult dobozokban tárolták például a krétákat megszámozva, és ezek a hengeres festéknyomó gépek is még az igazi NDK-s korszakból visszamaradt nehéz ősrégi gépek, szóval tényleg érdekes volt ezt az egészet látni, és abból is nagyon érdekes volt, hogy édesapám is ezt a festéket használta, én meg hát gyerekkorom óta szinte láttam, hogy ez egy tök jó festék. És így visszagondolva arra, hogy gyerekkoromban is már fogtam a kezembe, és ma pedig ott jártam, ahol ezt készítették, hát tényleg fantasztikus élmény volt, úgyhogy köszönöm, hogy beengedtek oda, és én ezt így láthattam saját szemmel. Azt megszokhattátok tőlem, hogy én festős videókat töltök fel a csatornámra, ahol nagyjából próbálom az egészen az elejétől bemutatni a kép befejezéséig ezeket a mozzanatokat, hogy hogy épül fel és hogy készítem el a képeket, illetve milyen színeket használok. Hát igen, én mondhatni 80%-ban Pannon Color festékkel készítem el a képeket. Nyilván vannak olyan színek, amik kiegészítésnek úgy megteszik a dolgokat, de tényleg ez a termék az, amiről azt mondhatom, hogy olyan minőséget képviselnek, hogy szinte tényleg megkönnyíti a munkát. Ugye mondják, hogy jó munkát jó eszközökkel lehet csinálni, úgyhogy ez itt is erősen elmondható. Azt a videó alján a kommenteknél majd írjátok meg, nagyon kíváncsi lennék, hogy hallottatok-e már erről a márkáról, illetve hogy próbáltátok-e, vagy hogyha nem, akkor ti milyen festékeket, illetve termékeket használtok. Azért is gondoltam, hogy elkészítem ezt a videót, mert egyrészt szerintem ez nagyon érdekes, másrészt pedig, amikor beírtam YouTube-ra vagy Google-ba azt, hogy Pannon Color,
vagy kerestem erről egy bemutató videót, vagy valamiféle bővebb ismertetőt, akkor nem nagyon találtam. És hát lévén, hogy ez egy magyar termék, szerintem én kötelességemnek érzem azt, hogy bemutassam és ejtsek erről néhány szót. Nagyon cool dolog szerintem ráadásul, hogy majd a további céljaik közt az is szerepel, hogy kisiskolák soknak bevigyék a termékeiket, és a gyerekeknek ezáltal biztosítják, hogy művész babérokra törhessenek. Hát ugye mindig mondják azt, hogy vegyünk magyar termékeket, meg magyar zöldséget, magyar gyümölcsöt, ezáltal is támogatva a magyar gazdaságot, piacot. Hát most itt a lehetőség, hogy magyar festékekkel is fessünk. Szerintem ez egy tök jó dolog lenne. Remélem sikerül nekik. Hát remélem, hogy tudtam nektek újat mondani, és tetszett a videó. Ha így történt, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, írjátok meg kommentben, amiről beszéltem. Legyetek jók, és alkossatok sokat. Sziasztok!